Trianon háromszor Az okok, a történet, a következmények Trianon háromszor Ablonci Balázsjal és Romsics Ignáccal Színási Sándor műsora Ablonci Balázs, Romsics Ignác. Jó napot kívánok! Akkor jó, ez jó, lenne napot, a kíván. jó napot A beszélgetésnek az első része. Azt gondoltam, hogy úgoljunk neki úgy, hogy, hogy honnan honnan is kellene kezdenünk a beszélgetést. Ez az egyik fölvetés. A másik pedig az, hogy nyilvánvalóan, amikor egy történész megszólal értelmiségiként, akkor el kell dönteni, hogy a közeg mit fogad el attól, abból, amit mondani akar. Nyilvánvalóan a közeg a Trianon után közvetlenül más volt. Hogy a Karinti Frigyes írta azt, hogy ha mi nagyon fáj, arról nem beszélünk. És ő tényleg nagyon keveset írt erről a dologról. Tehát az akkori magyar társadalom olyan traumaként élhette meg Trianont, amit mi nem is tudunk talán megérteni. Ez részben magyarázza a két világháború közötti hangulatot is, amiről Szilágy Jákos egyszer azt mondta, hogy a magyar nép erkölcsileg beszámíthatatlan állapotba került a veszteségek következtében. Tehát, hogy egyszerűen saját egy csapdába került, és onnan beszélt, vagy érzett kifelé, a szabad ezt így mondani. De most egy másik helyzetben vagyunk talán, úgyhogy ha lehet, akkor ezzel kezdenénk, hogy hogy amikor Önök megszólalnak és beszélnek Trianonról, akkor milyen közegben teszik azt? Hát mindenféle közegben. Én ezt a, a, az öcsém foglal, fogalmazta meg kicsi szarkasztikusan, tehát azt mondta, hogy én, én vagyok a Trianon kutatás egyik zaher Gábora, tehát hogy <laughs> amikor valaki kiejti a száján tehát hogy a, azt szeretném mondani, hogy ahol értelmes diskurzus lehetősége van, én mindenhova mindenhova elmegyek, vagy igyekszem elmenni, ahova hívnak. Általában inkább mondjuk főleg iskolába szeretek járni, mert azt gondolom, hogy nem azért, mintha bármi bajom volna az idősebb korosztálya, csak azt látom, hogy ott még van, hogy ott inkább várja, várnak új tudást, mint, mint a saját elképzelésék megerősítését. Mondjuk ez nem feltétlen életkori sajátosság egyébként. Úgyhogy, úgyhogy én ezt nyilván számba veszem, hogy egy, o, a történésznek van egy olyan feladata is, hogy, hogy azt a tudást, amit előbányászott, azt megpróbálja érthetően megfogalmazni. Ez nem mindenki szeret egyébként a kollégák közül, és egyébként tök igazuk van, azt kell, hogy mondjam. Tehát hogy nyilván ez egy nagyon ez dolog. dolog. És tudod, hogy Tessék? valamit változtatni a társadalmi hangulatban? Igen, hát nyilván ez egy ilyen rossz népnevelői attitűd, vagy nem tudom, hogy nekem van tanári diplomám is, végig küzdöttem magam a pedagógia pszichológia szigorlaton, úgyhogy, úgyhogy ezért én, én, szeretem elmondani azt, amit, amit találtam. Az kétségtelen, hogy ez néha nem tetszik embereknek, de hát ezzel együtt lehet élni. Én három vagy négy szintjét különböztetném meg a beszédmódoknak. Az egyik az, amikor egy szakmai közegbe beszélek, egy olyan szakmai közegbe Magyarországon, ahol a többi beszélő is a témának többé vagy kevésbé a kutatója és az ismerője. Ott bizonyos háttérismereteket nem kell elmondani, hanem ott arra kell helyezni hangsúlyt, amit az ember fontosnak tart, vagy amit ő bányászott elő az új kutatás. Egy másik szintje a szakmai beszélgetésnek az, amikor egy külföldi konferencián vagyok, és ez az elmúlt időszakokban többször volt Rianonnal kapcsolatban is, ahol a kollégák, akik ott vannak, és történetesen én vagyok az egyetlen magyar, vagy van rajtam kívül még valaki, általában ismerik a probléma komplexus, ismerik a Versályi békerendszer, de magáról Magyarországról, Trianonról az ismeretei felületesek. Tehát ott, ott, egy másfajta szakmai megközelítést kell alkalmazni. Egy harmadik forma az, amit a Balázs mondott, amikor úgynevezett hát ismeretterjesztő jellegű előadást tartunk, értelmiségi közegnek, vagy pedig csak érdeklődőknek. Én is szívesen művelem ezt, de hogy önkritikusan, vagy talán ironikus, önironiával hozzátehetném, hogy nem csak azért, mert az ember szereti a tudását átadni, hanem azért is, mert szereti látni, hogyha figyelnek rá. És általában, hogyha meghívnak ilyen helyekre, akár egy művöldesi házba, akár egy iskolába, vagy tanári tovább, ott azért hívnak meg, mert azt föltételezik rólam, hogy én olyat tudok nekik mondani, ami nekik fontos lesz. Ugyanezt tapasztaltam az egyetemen, amikor elkezdtem a 90-es évek elején a diákokon, a rendszerváltás időszaka volt, amikor mindenki kíváncsi volt arra, hogy akkor most mi az igazság a hortikorral, mi az igazság, a trianonnal kapcsolatban. És egy, mondok egy negyedik szintet, a mai egyetemisták, hát akiknál a motiváció és az érdeklődés, hogy így mondjam, elég alacsony lángon lobog, és hát nagyon fura, amit mondok, de, de valamikor húsz évvel ezelőtt nagyon stimuláltak az egyetemi órák, és most úgy veszem észre, hogy egyre kevésbé. Ez egy negyedik szintje a dolgnak. Én azért, bocsánat, annyiban megvédeném a diákokat, én ugye romsis tanárul is tanít, én is tanítok, hogy bizonyos hogy az, hogy a történet elveszítette azt a varázshatalmát, ami a 90-es években volt, az, az biztosan így van, de érdeklődő diákot, vagy jó diákot most is ki lehet halászni egyébként a rossz, vagy emögött a lecsökkent érdeklődés mögött, vagy ennek ellenére. Tehát, hogy most is van, nem azt mondom, hogy ugyanannyi tehetséges vagy csillogó szemű diák, csak kétségtelen, hogy az a, a történetnek az a valóságmagyarázó hatalma, ami mondjuk volt a 90-es években, meg az a, az ígéret, hogy itt ez egy, ez kinyitja a kapukat. Hát 1993-ban a miniszterelnök is történész volt, a külügyminiszter is történész volt, és a fél tanszék, ahol én tanultam, ott azok nagy követek voltak. Tehát, hogy úgy nézett ki, hogy ez egy karrierpálya, most pedig már nem az. De, de, hogy, de most itt, ha leragadunk, akkor Tirannon az nem fogunk előtt. Viszont a beszélgetés érdekes irányt is vehet mm -hmm. ebbe az irányba is, mert én pedig azt látom, hogy a 90-es évek elején a gimnadisták közül a tehetségeseket szelekció után jöttek a történelem szakra. Tehát akkor nem halászni kellett egy mm. tehetséges gyereket, hanem egy szemináriumi csoportba ült együtt Szegyler Miklós, Ungvári Krisztián, Csapodi Zoltán, aki most a Trefortnak a főigazgatója, egy következőbe Bertény Iván, Ablonci Balázs és még nem tudom, ki. Nem kellett halászni. Tehát az, az egy másfajta szelekció volt, mint amikor kinyitották a kapukat, és a tehetségesebb gyerekek elmennek jogásznak, elmennek orvosnak, elmennek akárminek, és ezért a gimnáziumban, jó gimnáziumban gyakran valóban sokkal több érdeklődést tapasztal az ember, mint akár egy szeminármi csoportban. Szerintem Trianonról beszélgetünk, a szabad akkor én is elmondom egy emlékemet. Meglehetős fiatal koromban történt, tehát nagyon-nagyon keveset, szinte semmit nem tudtam Trianonról. Külföldön valahol elém került egy erdélyi magyar ember, aki odajött hozzám, és azt mondta, hogy mikor jöttök már? és nem tudom megmondani miért, azt mondtam, hogy soha. És utána egy fél életen át tépelődtem, én ezt miért mondtam, hogy igazam volt, egy szabad volt -e, ilyet mondanom, meg azon, hogy miféle irracionalitás tetette föl vele ezt a kérdést. Nem fogom válasz nélkül hagyni. Csak még azt szeretném hozni a kérdésként, hogy amikor megszólalnak, elmennek ide-oda, akkor azt várják-e önöktől, hogy azt mondják, amit szeretnének? Mert ez az, az ember azt várta, hogy mondjam azt, hogy jövünk. Már holnap. Nem, Már megvettem a fehér. En en enged, enged meg, hogy, hogy egy, én is egy erdélyi személyes példával válaszoljak erre. 1980-ban úgy adódott, hogy Húsvét táján, ott voltam egy-két barátommal Kolozsváron és a környékén, és a kismisén meg a nagymisén is részt vettünk a Szent Mihály templomban. Nem emlékszem rá, hogy azért emel esett az eső, vagy azért, mert megéreztem akkor először, hogy egy kisebbségi sorba Erdélybe más jelent tempomba menni, mint Magyarországon. Itt Magyarországon évek óta nem járt tempomba. És azóta, amikor Kolozsváron vagyok, és az utóbbi időben sokszor előfordult, akkor mindig elmegyek, ha csak néhány percre is a Szent templomba. Különösen mióta Mártonáronnak a szobra is ott van a bejárat mellett. És egy alkalommal egy idős hölgy fölismert. Már azonosított, hogy ki vagyok. És azt mondta, hogy e, olyan jó, hogy itt van, jöjjön minél többször, egyre kevesebben vagyunk. Igen. Úgyhogy ez egy más, ez, ez is egy rétege annak, hogy, hogy mit jelentett Trianon tulajdonképpen, mert ez valahogy mindig minden Trianonra egy vissza. Igen, és mind a hárman ülünk egy olyan helyiségben, egy olyan országban, ahol elvileg még sokkal kevésbé tudjuk földolgozni, hogy megérteni azt, amit ezek az emberek éreznek. Van még egy másik szégyenletes esemény, ez azt hiszem, hogy szintén Kolozsvára történt meg velem, ott akkor sokat televízióztam, és fölismert egy ember, oda jött, bemutatkozott, ő tanár összecsapta a bokáját, és azt mondta, hogy Szénási úr, szolgáljuk a magyarságot. Tehát én életemben nem szégyeltem. Hogy, hogy jövök én ehhez, hogy nekem jelentsen az, az ember? Csak ugye akkor láttam bele egy kicsit, hogy mi az, amiben ők vannak. Igen, hát ezt ugye nyilván nagyon nehéz Budapestről, vagy akár Magyarországról ezt, ezt megítélni nyilvánvalóan egy az, tehát mondjam, Magyarországon nem azzal kelünk és fekszünk, hogy magyarok vagyunk ott pedig nyilván nagyon sokszor, most nem csak Erdélyben, de akár, akár Szlovákiában, vagy, vagy Bácskában is, minden ember életébe adódnak olyan helyzetek, hogy tudja, hogy szembesülnie kell egy többségi kultúrával. Most már egyre több helyen egyébként a Székelyföldön. És ez egy állandó stressz helyzet. Én emlékszem, amikor Kolozsváron voltam kutatni, az egy állandó stressz helyzet volt, hogy most le, ha buszjegyet kérek, ha kiflit kérek, lefognak-e, ugye nagyon töredékesen, sőt, hát gyakorlatilag semmennyit nem beszélek románul, olvasni valamennyit tudok, hogy akkor most lefognak-e gorombítani azért, hogy én nem beszélem rendesen az ország nyelvét, vagy csúnyán beszélnek. Aztán persze az ember kialakítja a túlélési stratégiáit, tehát egy idő után tudja, hogy az az, újságos néni magyar, de ő csak 8-12-ig van ott, és utána ki, a, ki, az, aki magyarul tud. Tehát egy, lehet egy, egy kicsi magyar várost is összehozni, egy nagy román városon belül, csak ez egy nagyon törékeny szerkezet, és folyamatosan azt érzi az ember, hogy nyomás van rajta. Én nem akarok anekdotázni, nyilván én, nekem is megvoltak ezek a kérdéseim, ezekre az ember nyilván igyekszik úgy válaszolni, hogy ne bántson meg senkit, tehát hogy nem, nem, nem fog, nem, fog ironizálni rajta, vagy nem fogja elhajtani az illetőt, ugyanakkor azt is, ugyanakkor olyan csalfareményeket is fölösleges kelteni emberekben. Tehát ez mindig egy nagyon ügyes diplomáciai játék, hogy, hogy, az ember olyasmit mondjon, ami, ami nem sért. Épülünk is belőle, mind a ketten többé kevésbé, vagy a, a kérdező is meg tud ő, nyugodni ebben a válaszban. Én, én másfaj, én anekdotázni fogok, mert az én, az én koromban ez már megengedhető. Tehát ez előfordult Szlovákiában és Zsolna környékén velünk, 80-as évek közepetáján, és előfordult a 80-as évek első felébe velem Kolozsváron a Centrum Áruházban is, hogy magyarul kértünk uh -huh. valamit a boltba, és úgy tettek a szlovák, illetve a román eladó is, hogy nem tudnak magyarul. Átváltottam franciára, Kolozsváron, a Szlovákiában pedig a németet is kipróbáltam, a franciát is, meg az angolt is kipróbáltam. És egy idő után a szlovák is, meg a román előtt, kiderült, hogy tudnak annyit magyarul, hogy kiszolgálnak. Miután egyik ideg egyelve se tudtak. Úgyhogy ez a negatív példa, pozitív példa egyszer defektem volt Erdélybe, és beálltunk egy radnót környékén volt ez, egy gépállomásnak látszó, de mezőgazdaság. És látta ott egy román traktoros vagy teherautó szerelő, hogy mit töket engedek, bocsánat, a soha nem szereltem ezért autókereket, és nem cseréltem a trabantba. Oda jött hozzám, anélkül, hogy egy szót tudott volna magyarul, mi meg románul, kivette a kezemből a dolgot, és eh, hogy mondjam, be, berakta a kereket, és még azt is elmagyarázta kézzel lába, hogy Marosvásárhely előtt van egy nagy, ezért ilyen javító műhely, és majd ott véglegesíteni fogják a dolgot. Hát akkor kicsit belekóstoltunk Trianon De, e, aurájába, igen ma. E, az a kérdés föltehető, hát föl szokták tenni, csak nem biztos, hogy a történős örülnek ki, hogy hát honnan kezdődik Trianon? Például a tatárjárástól? Tehát onnantól, amikor a magyarnak mondott ország kiürül, és akkor jönnek be idegenek, és onnantól folytonosan számolni kell azzal, hogy nem vagyunk egyedül, vagy a törököktől, vagy a három részre azt a országtól. Igen, Van hát, ennek ha, origója? Ha az eddig is stílusban lehet folytatni a beszélgetést, akkor azt mondanám, hogy az első hibát akkor követtük el, amikor megálltunk a Kárpát-Metencébe, és nem mentünk kicsit tovább Áhenig, vagy Párizsig, mert ott áhenbe azért ott volt már akkor Nagy Károlynak a palotá, a templom, stb. Nem, nem olyan húzatos hely a mai napig, mint ahova érkeztünk, ahol mindenféle más etnikum is volt, és mi magunk is egy kevert etnikum voltunk. De azt hiszem, amennyire a középkorászoknak hinni lehet, ez a helyzet minden további mi nélkül kezelhető lett volna azon a módon, ahogy a franciák homogenizálták a francia területen élőket, és ahogy a britek, illetve az angolok, és így tovább. De itt szerintem a nagy problémánk és a trianonnak a gyökere leg eddig biztos visszavezethető. Az a török megszállás utáni újratelepülés, részben spontán, részben betelepítés, amikor olyan mértékben vált e, sok nemzetiségű, múltetnikussá Magyarország, hogy a kezdődő nacionalistok korában itt a homogenizáció már elképzelhetetlen volt. Pontosabban bizonyos e, csoportok esetében ez működött, városokban, svábok esetében, zsidók esetében, talán még a szlovákok esetében is bizonyos régiókban, de például azoknál a csoportoknál, amelyek vallásilag is különböztek. Az ortodox szerbeknél, vagy az ortodox és görög katolikus románoknál, ez egyáltalán nem működött. Tehát nem lehetett már a 18-19. században létrehozni egy homogen. Nem tudtuk azt megcsinálni, mint a franciák 200 évek korában elkezdtek és meg tudtak csinálni, és ahogy ezek a etnikai csoportok nemzeti öntudatra ébredtek, úgy ugyanúgy kezdték megfogalmazni a maguk nemzeti követeléseit, mint ahogyan mi magyarok is a habzukokkal és Bécsel szemben megfogalmaztuk. Tehát ketyeget alattunk egy bomba, amelynek nyilván a hatástalanítása, a kezelése többféleképpen elképzelhető, de ez egy olyan háttér, egy olyan adottság volt, amely véleményem szerint az egyik szál, amit Rianon irányába vezetett. Ez csodatosan volt megfogalmazva, nem tudnék mit hozzátenni, úgyhogy ne, igen. Ez, Na jó, de akkor... van. Hát van, vannak ugye olyan kollégák, akik ugye a korai korral foglalkozó kollégák, meg általában ezeket ők is elmondják, hogy hát Mohácsnál van Trianon gyökeret, olyanképpen most nagyon leegyszerűsítve. Mások a hangsúlyt valóban a, a, nacionalizmusok 19. századi ébredésére teszik, de hát annak ugye látjuk, hogy vannak előzményei, tehát hogyha mondjuk, ha nem két millió román él Magyarországon 1910-ben, hanem mondjuk 600 ezer, akkor nyilván máshogy néz ki ez az, egész, ez az egész nemzetépítés. Akkor is megvan, és dinamikus, és nyilván vannak szeparatisztikus szándékai, de akkor nyilván a tömegnyomás meg egyebek az, az máshogy néz ki mögötte. Tehát gyakorlatilag nem érdemes visszamenni nagyon korai periódusokig? Én szerintem ezt meg kell említeni, hogy Magyarország egy sok nemzetiség ország volt. Ha nem so, mindig, ugye nézzük az első világháború véget, tehát Németország is elveszítette az első világháborút, és a főszereplője volt az első világháborúnak, de messze nem veszített akkor a területeket, mint Magyarország. Miért nem veszített? Azért, mert a németek laktak döntően, vagy Bulgária. Bulgária is harcolt, és nem veszített. Akik veszítettek, azok mind multietnikus birodalmak voltak, a Habsburg birodalom meg az oszmán birodalom is. Ezek veszítettek ö, nagy területeket. Azért, mert sok nemzetiségűek voltak. Na de, hogy mondjuk ha a szlovákokat veszük, akkor ők a maguk protestáns hitével azért közelebb voltak a katolikus magyarokhoz, mint a, mint a, mint a románok vagy Erről a szervek. Erről egy kitűnő tanulmánytért most az utóbbi kötetében. Tehát, hogy velük sem sikerült egy olyan fajta, mondjuk spanyol megoldást, vagy francia megoldást csinálni, aminek a hátulütői persze világosak, ha most az ember baszködre megy akkor látja, vagy éppen a, a katalán lázadásokat. Tehát ezek, ezek nem múlnak egy de mégis egy egységes állam mind a kettő. Hát ugye itt a, a szlovák esetben azért különbséget kell tenni, hogy egyrészt vannak a, a szlovákok nagy része katolikus volt, a kisebbik része protestáns, főleg evangélikus egyébként, református nagyon kevés van közöttük. Elnézést. Ja nem, semmi, ez nem csak, de hogy nem, nem, a, a, hallgatók is, a hallgatók is értsék a, a különbségtételt, és azért azt kell látni, hogy tulajdonképpen is ez a szlovák nemzet tudatba a mai napig nagyon élénken benne van azért, hogy itt, itt nem, az, nem egy nemzet halálvízió, de az, hogy mondjuk az, a szlovák értelmiség és a, 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 a hogy mondjam, az írás tudó szlovákság az gyakorlatilag egy, egy erős magyarosodás, nem is feltétlen magyarosítás, bár nyilván az is volt, egy erős magyarosodás útján volt, az tagadhatatlan. Tehát, hogyha ugye Budapestet, amelynek a fölépítésében a szlovák a felvidő, felföldről jött építőmunkások hatalmas szerepet játszanak, meg olyan építési vállalkozók, mint Jan Bobula, vagy Bobula János, szabad képviselő, egy néhány, jó néhány épületen még ott látható a neve, hogy építető Bobula János, aki egy szlovák gyökerű valaki volt, egyébként az unokája Bobula ide a magyar sumér néprakonság megteremtője, tehát, hogy, vagy 20 megteremtője, tehát hogy a, a Budapest a szlovákság nagy temetője, azt hiszem, ez Vladimir Minás szlovák eszélyista írta a Budapestről, tehát azok a, azok a hatalmas tömegek, akik fölépítették Budapestet, köművesként, ácsként, egyébként, nagyon-nagyon gyorsan elmagyarosodtak. Ugye mindig a, a, Rákosi Viktor elnémult harangokja, vagy, vagy, vagy Vasalbert regényei nyomán azt gondoljuk, hogy a falu az, ahol elvész a nemzetiség, ugye ott mindig ilyen falubel, falusi mezőségi történeteket találunk. Nem, a város az, amelyik magyarosít, vagy románosít egyébként, vagy tehát egy városban sokkal gyorsabb az identitásváltás mindig, mint vidéken, faluhelyen, és a, a, a szlovákoknál ez nagyon-nagyon közel állt az, hogy a, a szlovák az tulajdonképpen egy ilyen etnoregionális kisebbség legyen, ez most nagyon tudományosan hangzik, hogy kevésbé tudományos legyek, hogy csak a parasztok beszélnek szlovákul egy adott ponton. A szlovák-magyar értelmiségi találkozókon szlovák történészek nekem legalább kétszer elmondták, hogy Trianon az ő megmentőjük. Ha nincs Trianon, és 50 évig tartanak még azok az állapotok, amelyek a század előtt jellemezték, akkor ma nincs szlovák nemzet. Ez, a, ez az álláspontjuk, és ebben van igazság. Ez még egy témát a szünet előtt hadd dobjak be, ami gyakran előfordul. Ez a, azzal arról szól, hogy a láma nemzetiségek milyen gyorsan szaporodtak, hány utóduk született, mennyire belakták a területeket, még a magyar, mint egy ilyen fáradt ősi faj, magtalan volt, és hogy egy elkezdett sorvadozni, darvadozni, és akkor hiába a 19. századi magyar politikai elit minden erőfeszítése, amely fogta volna vissza a nemzetiségeket a saját iskoláitól, meg nyelvüktől, a magyar gyakorlatilag maga ítélte halára magát. Most én tisztában vagyok ennek a mondatnak a, hogy mondjam, csak humoreszki jellegével, de hát fölmerül, lehet -e erről bármit mondani. Hát én azt tudom mondani, erre nekem nincsenek exakt kiterjedt ismereteim, de a Dunatoszikozói paradság körében a 19. század második felében abszolút nem volt ritka az, hogy valakinek 8-10 gyereke van. Az 5-6 ez szinte általános volt. Tehát ahol az egyke megjelenik, 19. század vége, 20. század eleje, az a városi középrétegek egyrészt, másrészt a parasságnak egy része. Kétségtelen, és lehet, hogy ez a románokat nem jellemezte annyira, vagy a vagy szlovákokat, de nekem erről autentikus ismereteim nincsenek. Én is a más kollégák, tehát például a Gábornak, mert más történeti statisztikával foglalkozó kollégáknak a kutatásaiból azért azt lehet tudni, hogy egyrészt, ugye itt a például nem szoktunk beszélni a kivándorlásról, mindig idézgetjük a költő sorait, hogy kivált, kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk, de másfél the old a döntő többség ez nem magyar nemzetiségű volt, tehát körülbelül 400 ezer főre tehető ebből a másfél tömegből a 1880 és 1914 között, körülbelül 400 ezer magyar etnikumú volt, aki kivándorolt, és nagyon sokszor úgy képzeljük el ezt a kivándorlást, mint egy egyirányú folyamatot. Ez egyáltalán nem feltétlenül így van, tehát nagyon sokszor van, aki kétszer, háromszor, néhány, nyolcszor, tízszer megjárták az utat oda-vissza Amerikába, szerzett egy kis pénzt, földet vett, tönkrement, visszament Amerikába, kicsit tovább dolgozott, megint földet vett, hazajött, megházasodott, megint kiment. Tehát ez 14-ig, ez egy nagyon sok esetben ez egy oda-vissza, ez egy oda-vissza járás volt, ez az egyik. Tehát, hogy itt a, a, a demo, és ha megnézzük a demográfiai tendenciákat, 1880, tehát a modern magyar népszámlálások kezdete és 1910 között, azt látjuk, hogy a magyarság aránya folyamatosan nő, tehát a magukat magyar anyanyelvűeknek vallók aránya fokozatosan nő. Látszik, hogy a zsidóság folyamatosan egyre nagyobb mértékben a magyarnak magát. Ez elindul valahol 70% alattról 1880-ban, és az izrael a felekezethez tartozóknak 84%-a vallja magát magyarnak 1910-ben. Van egy jelentős német asszimiláció, és van egy kisebb mértékű, de mégis mérhető Euh, mégis mérhető szlovák asszimiláció is. Tehát, hogy a, a, akik körében, ugye ezek olyan emberek, ezek nagyon friss identitások, és nagyon sokszor az imperiumváltások után, vagy 1920 után, azt látjuk, hogy érten, drasztikusan csökken a magyarság aránya egyes területeken. Ezek, ez azért nagyon sok esetben, persze nyilván vannak manipulációk is, vannak nagyon sokan elmennek, átmenekülnek Magyarországra, de nagyon sokan úgy vannak ezzel, hogy az apám szlovák volt, vagy német volt, most különösebb erőfeszítésben nem kerül, eddig magyarnak vallottam magam, olyan különösebb erőfeszítésben nem kerül, hogy most úgymond Cseh-szlováknak valljam magam, mert szlovákul ugyanúgy beszélek, mint, mint magyarul. Tehát, és ezt nem lehet, azt gondolom, hogy nem lehet elítélni, legalábbis száz évvel elteltévetesen fölösleges kárhoztatni valakit, hogy azért ő most nem volt jó magyar, mert nem tudom, én nem vallotta magát magyarnak a nem népszámlás. Igen, csak éppen Romsics Hignált említi a könyvében, hogy 54%-ra tornázták fel valami 8%-kal a zsidók és egyéb magukat ugyanannak magyarnak való emberek a magyarság Szám, hát így jutottunk picit túl az 50 százalék. Horvátország nélkül. Igen. Tehát, hogy ezért a magyarság nem sokat tett. Hát a, ugye itt van egy, ugye az első világháború óriási embervesztességei azért elleplezik azt, hogy a század elején megindult az úgynevezett demográfiai átmenet Magyarországon És Tehát az, amikor ugye van egy, egy akkor ugye az, azért van 8-10 gyerek egy családban, most nyilván nagyon-nagyon sok tényezőtől függ, csak hogy a hallgatók is, mert hogy ennek ilyen munkaerőgazdálkodási szempontjai is vannak egy családban. Amikor 8-10 gyerek születik, abból mondjuk a 19. század közepén meghalt 5 vagy 6. Uh, ahogy javul a közegészségügyi ellátás, egyre kevesebb gyerek uh, hal meg, még egy darabig megtartja, tehát ez a szokásrend megvan, hogy valóban 8-10 gyerekünk van, de ez aztán a paraszti társadalmakban is elkezd lefelé, uh, lefelé ívelni, tehát gyakorlatilag. 1920 óta Magyarországon Csökken a születések száma egyébként, kivéve a ratkókorszakot. Ezt nem szoktuk uh, számításba venni. Az, hogy a lakosság még a két háború között is növekszik, egyébként, döbbenetes mértékben a 20-as-30-as években a védőnői, tehát Stefánia Szövetség védőnői szolgálat, meg népegészségügyi intézkedések révén 7-8 évvel nő a, a születéskor várható élettartam Magyarországon, ami egy döbbenetes emelkedés tulajdonképpen. Tehát az emberek tovább élnek, ezért kisebb a halálozás. Tehát ezért nem csökken olyan látványosan a, a lakosság szám. A ratkókorszakban még ez. Ugye az 50-es évek elején megdobódik a születések száma, de gyakorlatilag amikor elkezd fogyni a magyar lakosság, az már a 70-es évek legvégén, 80-es évek elején, akkor az már egy nagyon hosszú évtizedek óta tartó tendencia terméke. És egyébként most azt látjuk, hogy Románia lakossága is fogy, nem csak a kivándorlás miatt, hanem pontosan ilyen ö, okok miatt, hogy egyre a, a már a vidéki, úgymond, tradicionális családban élő ö, emberek is egyre kevesebb gyereket vállalnak. Innen folytatjuk egy perc múlva Habronci és Romsics Nacsal. Trianon háromszor. Az okok, a történet, a következmények. Trianon háromszor. Ablonci Balázsjal és Romsics Ignáccal. Sándor műsora. Ablonci Balázs és Romsics Ignác van velünk, és akkor azt, ami rátérhetünk a 19. századra, arra a kérdéskörre, amit nagyon sok, hát régen, nem tudom, az én gyerekkoromban megismert tankönyvek úgy említettek, mint a magyar úrielit bűnét, tehát hogy nem kezelték ezt a problémát a maga helyén, illetve hogy a a nagyúri nacionalizmus, meg a magyar tudata, a Kárpát-merence belakása és vezér eszméje, tudnék a magyarság eszméje, az szinte lehetetlenítette, hogy megtartsák a régi, a Nagy Magyarország területét. És hát akkor nézzük meg, hogy ez mennyire van így. Ha mondjuk 1848-tól elindulunk, amikor volt egy nagy váltásra lehetőség, és valóban az akkori liberális gondolkodás elindult ebben az irányban. Mit tudott és mit nem? Én azt hiszem, hogy 1848-49-ben a magyar vezető elitet, nemesi vezető egy nagy sok érte, mégpedig azért, mert a reformkonban Szinte általános volt az a feltevés, hogyha a szabadságjogokat kiterjesztik, a népet bemelik a nemzetbe, akkor ez egy elég vonzó lesz ahhoz, hogy a nem magyarok magyarosodjanak. Kvázi önként. Erről nagyon sok szöveg született abban az időszakban. 1848-49 tapasztalata azonban erre rácáfolt, és ahogyan ötvös írja, nem, Teleki László írja Párizsból kosultnak, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség nem elég. Van egy másik jelszó is, és ez a nemzetiség, a nemzeti hovatartozás. Ezért a, abból, ugye, hogy a szerbek és a magyarok egymásnak feszülnek, a horvátok, ahogy ugye jelasítsal együtt megjelenek, szlovákok megosztottak, a románok, a románoknak a többsége Janku vezérletével harcol a magyarok ellen. Konfliktusok vannak. Tehát ebből azt vonták le többen, hogy a nemzetiségeknek olyan jogokat kellene adni, amelyekkel megbékíthetők, és ilyen tervek születtek már 49-ben, és bizonyos gondok kosultnak a megbékélési terve, stb. És a későbbiekben is egyes gondolkodóknál, ötvösnél például, telekinél, az emigrációban lévő kosútnál is, ez különböző formákban fölmerül a Magyarország integritását többé-kevésbé megtartva, de egy föderatív irányú kibontakozást képzelnek el. Nem nem tudjuk, bár a kontrafaktuális történészek, ugye erről bizonyára lesz véleményük, hogy mi történt volna akkor, Hallgatok, ha... nem látják, de Romsi Csignác felé mintett. Ha... Én mindent látom. Hogy, hogy, mi történt volna akkor, hogyha ez az irányt, ezt a politikai irányt követi a magyar elit. Azonban nagyon gyorsan elfelejtették ezt a tapasztalatot, és 1867-ben már nem ebből indultak ki, hanem az egységes politikai nemzetnek a kategóriájából, és azon belül biztosítottak kulturális egyházi Jogokat a nemzetiségeknek, amelyeket részben betartottak, részben nem tartottak be. És ahogy haladt előre az idő, ahogy épült és szépült a magyar királyság, mert épült és szépült, egyre inkább felejtődött el egy következő generációk tudatából az, hogy mi történt 49-ben, és hogy itt a felszín alatt, a békés felszín alatt nemzetiségi problémák, interetnikus konfliktusok e, találhatók, és ezeknek időnként jelei is voltak. És 1895-ben meg is fogalmazzák a nemzetiségi Kongres a román, a szlovák, meg a szerb nemzetiségi vezetők, hogy területi autonómiát akarnak. Azt akarják, hogy azon a területen, ők alkotnak többséget, a saját jelszavaikkal, a saját szimbólumaik a saját vezetőikkel, a saját nyelven igazgassák magukat. Az akkori magyar politikai elit Mocsári Lajos nem, de őt Fehér Hollónak nevezik. A, 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 a elkezdve a Beksis Gusztávon át, hogy Pálig ezt lesöpörték. És lesöpörte a magyar politikai elit is, hogy szó nem lehet ez kvázi hazavárulási ilyesmit követelni, és abban gondolkodtak, ebben volt logika, hogy ha még béke lesz 20-30-40 évig, és ebben az ütemben folytatódik az asszimiláció, amiről korábban beszéltünk, akkor itt körülbelül 1930 tájára eljutunk oda, hogy az ország lakosságának 60-65%-a az magyarok, magyarok, magyarokból magyar, fog állni, és a trendeket, ha meghosszabbítjuk, akkor ez így is lett volna. És onnantól kezdődően ez egész másként merül föl, mint akkor, amikor a nem magyarok alkotják az ország lakosság. Az 50 -át. Na most ezt a helyzetet is békeidőben a magyar államhatalom kezelni tudta. De azt látjuk, hogy a sok nemzetiségű birodalmak mindig akkor bomlanak föl, meg az államok is, amikor egy válsághelyzet van. Egy háború kellős közepén vagy háború után. Tehát mindaddig, amíg nem volt háború, addig az magyar államhatalom ezeket a problémákat jogilag, bírósággal és a kellett csendőrséggel kezelte. A háború végére azonban egy olyan helyzet állt elő, amikor erre képtelen volt. És ugyanezt történt az oszmán birodalommal, és nézzük meg, mi történt a Szovjetunióval, nézzük meg, mi történt Jugoszláviával. Ott is egy olyan helyzetben bomlanak ezek mindig föl, amikor az államhatalom meggyengül, és a centrifugális tendenciák, a nemzetiségi tendenciák megerősödnek. Tehát azt gondolom, hogy nem tudjuk megválaszolni azt, hogy mi lett volna akkor ha a 19. században a magyar kormányok másfajta egy, úgy mondjam, egy föderatív elgondolást érvényesítenek az egypolitikai nemzet helyett. Azt tudjuk meg, vagy én legalábbis azt tudom megmondani, hogy az, amit a magyar elit akkor csinált, az hosszú távon nem vezetett eredményre. Itt akkor meg, megszól a kontrafaktuálisnak minősített történetíró. Tehát, hogy a, a, én azért azt gondolom, nyilván ezek a kedvező demográfiai tendenciák léteztek, de azért valóban megvannak, ahogy itt elhangzott már a beszélgetésben, az első részében, ennek úgy gondolom, hogy megvannak a határai. Tehát ez román vagy, vagy szerb viszonylatban, ez nem tűnik nagyon működőképesnek. Tehát az látszik, hogy nem nagyon csökken a románok, tehát nagyon kevés az asszimilációs veszteség a, a magyarországi románoknak. Én úgy gondolom, hogy a 19. századnak a a, 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 a nagy hívószava az a nemzet, vagy a nemzetiség. Tehát, hogy igazából ezek a. Ezek, tehát úgy fordítanám a kérdést attól, hogy a magyar ö, politikai elit jobb fej lett volna, nyilván lehetett volna jobb fej. Tehát itt valóban ez egy, ez egy hullámzó nemzetiségpolitika volt nagyon sok tekintetben. Tehát volt a Tiszáknak, vagy a Tiszának egyfajta ilyen ö, engedékenysége, vagy legalábbis amire következett Bán egy durvább nemzetiség, nemzeti, nemzetiségi politikája, amiből Szélkámán aztán megint visszavett, aztán Tisza István megint megpróbált megegyezni a nemzetiségi elitek egy részével, tehát úgy gondolt, hogy az egyház kell, kell, kell egyezni. De attól, hogy a, a magyar politikai elit engedményeket tesz ezeknek a nemzeti követeléseknek. Nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy a, ez a föderatív elképzelés már a 19. század vége felé, ez nem, valóban nem fér be az elképzelésekbe, mert annyira fixálódott a magyar királyság ideája, hogy abból egyáltalán nem engedhetünk, hogy attól, hogy van kettővel több polgári iskolája, vagy hárommal több gimnázium a románoknak, vagy ne Isten az alsófokú, nem tudom, bíráskodásban használhatják a román nyelvet, ettől maga a nemzeti, a nemzeti szuverenitásra való törekvésnek. Különösen úgy, hogy vannak már önállóvá vált, kvázi szomszéd országokkal ro, van Románia, ahol többségben van, ahol ami a románok állama, van egy Szerbia, ami a szerbek állama, ez egy olyan vonzerőt fejt ki azért a, a helyi, a, a magyarországi nemzetiségi elitekre, aminek a hatását azért el, elég nehéz alábecsülni. Ez... Te, tehát, hogy egy példát mondjak, és akkor tényleg itt fejezem be, Júliu Maniu, akik uh, ugye, uh, vagy vagy Alexandru Vajda Vojvod, akik uh, a Gyula Fejérvári román uh, nagygyűlésnek a megszervezésével, vezői, sok más emberrel együtt, mind a kettő miniszterelnök lett a királyi Romániában. Magyarországon biztos, hogy nem lett volna belőlük miniszterelnök. Úgyhogy egyébként a parlament tagjai voltak. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy Magyarország rosszabb hely volt, mint Románia. Egyszerűen azt akarom mondani, hogy az egyéni karrierpályákban egy nemzetiségi román értelmiségének egy román állam nyilvánvalóan többet nyújt abóvó a, mint, mint, egy magyar állam. Én is nagyon fontosnak tartom azt, amit Balázs említett tudni, hogy itt a 19. század közepéhez vagy elejéhez képest a század végére az is egy nagy változás, hogy van egy román királyság, van egy Szerbia, amely növekszik, és van egy Itália, egy Olaszország is, amelyek mind valamilyen módon kihívást jelentenek a Habsburg és azon belül Magyarországra. Ezt el a helyzettel azután a magyar politikai gondolkodáson belül van egy harmadik irányzat is, mondjuk a Tiszáknak a ö, ingadozása, vagy a liberalizmusa, vagy pedig a kosúti teleki ötvösféle föderatív elgondolás mellett a 19. század utolsó harmadától éppen ezekkel a tendenciákkal szembesülve megjelenik az is, hogy Valóban itt a nemzetiségek, nemzeti kibontakozásnak, a nemzeti válasznak az útja föltartóztathatatlan, iskolákkal főleg, az azt hiszem, mit lehet csinálni? És Beksics Gusztáv az, aki markánsan először megírja, és utána a fiatal Betlen István folyamatosan ezt mondogatja a írásaiban és a parlamentbe, meg kell nézni, mi menthető meg. A románok el akarják venni Erdélyt. Hogyan kell ezzel ellen védekezni? iskolákkal, egyházpolitikával? Nem. Azt mondja. Meg kell nézni a térképet, és lehet lá a térképen látni, hogy van egy székelyföld, amely abszolút magyar, van egy túl, amely abszolút magyar, és akkor még a is jelentős mértékben magyar volt, és a kettő között a mezőség és a kapcsolódó részeken van egy vegyes lakosságú vidék, ahol amit ha megerősítünk, és oda, hogy magyar telepeseket parasztokat telepítünk, nagy tömegben, akkor, ha üt az óra, ha Erdét el akarják szakítani, akkor az etnikai jelv alapján sokkal nehezebb lesz, mert a székelyföldet egy magyar koridor, ma etnikai magyar koridor köti össze a törzs magyar területekkel. Most ezt veselényi fölveti már érdekes módon a reformkorban, nem csinálnak semmit, Beksics a 19. század utolsó, nem csinálnak semmit, és a Betlen is hiába veti föl, ami már elég későn is volt, akkor se csinálnak semmit. Na most én nem azt mondom, hogy ez lett volna a megoldás, mert a poroszok próbálkoztak ilyesmivel, lengyel területeken, és nem vezetett eredményre. Mert ez azért nagy tömegeket kell megmozdítani, letelepíteni, azoknak meggyökeresedni, de minden esetre fölmerül egy ilyen alternatíva is. Tehát azok, ami szokták mondani a magyar politika elitet, nem is gondolt arra, hogy itt irány, nagyon is gondoltak rá. Hát erről szólt a 19. század második felének a magyar politikája valójában. Hogy kell kivédeni azt, Hát ha jól értem, akkor a magyar politikai elitben reformkor óta szólt a harang a fejükben. De ez így van szerint. Egy picit hadd menjek vissza. Na, van egy kérdésem, az mi lett volna persze. Ha 1848-49 ugye a, a, a polgári demokrácia, a polgári haladás és a függetlenség olyan összekapcsolódása, amely két komponens szemben állt mindig egymással, és Magyarországot sajnos a függetlenségi mániái megóvták attól, Idézőjelben mondom, hogy a polgári haladás élvonalába, vagy legalábbis középmezőnyébe kerüljön. Itt lehetséges volt. Hogy lehet az, hogy a függetlenség eszméje jó, az nem. De mondjuk a polgári gondolat nem fogta meg a nemzetiségeket annyira, hogy szövetséges lássanak a magyarokban. Hát ott is volt bizonyos réteg, amelyik, amelyik, azt mondta, hogy hát nem mondják meg Bécsből nekem, hogy milyen vámokat kell fizetni, meg hogy milyen üzleteket nyithatok, meg hogy milyen legyen az exporttal. Miért nem találkozhatott ez a két elit egymással? Én azt gondolom egyébként, a, és a 48-49 nagy csalódása, de inkább a, mondjuk én azt gondolom, hogy ez a 20. század elejének nagy csalódása, hogy haza is haladás, hogy a reformkori jelszót vagyok, az nagyon-nagyon sokáig úgy néz ki, hogy ez, ez működik együtt már mint a magyar liberális elitnek, vagy magyar szabad elvű elitnek a, a nacionalizmusa és a liberalizmusa együtt valóban, ahogy, hogy a szabadság varázs hatalmából, ugye azt hiszem, ez Kossuth mondott ilyeneket, hogyha mindenki kan belőle, akkor akkor, 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 majd a magyar állampolgára akar lenni, és akkor kiderül, hogy ez nem így van. Több lépcsőben egyébként, és aztán ez a magyar politikai elit is elkezd egyre megosztottabb lenni ennek mentén egyébként a 20. század elején. Tehát a, igazából, ugye azt szoktuk elfelejteni, hogy nagyon sokan ez ezekből a nemzetiségi középosztályokból igent mondan szövetségesei de a feltétel az az, hogy váljál magyarra. Tehát ha nadrágos ember akarsz lenni, prosperálni akarsz, akkor Magyarára kell válnod. És ez nagyon sokszor részben joggal, ugye ezt a magyarosítás tendenciáiként vannak előadva, de itt, itt nagyon sok embernek ez egy tudatos választása volt. Hát, hogyha megnézzük, csak olyan neveket mondunk, mondjuk Csernok János, Esztergom vagy Prohászka Ottokár, tehát ezek szlovák hátterű emberek voltak, és a hadseregből is, meg a felső osztályból is lehet ilyen embereket említeni, akik elfogadták ezt a fajta kompromisszumot, ahogy a társadalmi emelkedés ára a megmagyarosodás. Ja, de ugye a polgár gondolat az, hogy tök mindegy, hogy minek születtél, tök mindegy, mi a hited, tök mindegy, mi a nyelved. A polgári értékek számítanak. Hát ez szerintem egy 20. század, egy liberális Igen. gondolkodás. Ez a 19. Században nem teljesen így volt. Hát ez a kosúti liberalizmusról sem fér bele. Tehát a kosútéknek is felajánlották és a magyar elitnek Bécsből, hogy hát német az egy nagy nyelv, német egy nagy kultúra, mindenki megtanul németül, és akkor boldog leszünk. boldogok leszünk, ha az úrodalomban is. És otthon, is otthon, is otthon is meg lehet beszélni. Otthon magyarul. beszélsz úgy, ahogy akarsz. A és és, erre, és erre, erre, meg Mária Terézia, a második József, és még később is. És erre mondta azt a magyar magyar hogy nem. Mi magyarul, a latint mi magyarral fogjuk fölváltani, és ugyanez ismétlődik a nemzetiségek esetében is, csak a magyar elit Bécsel szemben egy etnikai nacionalizmus, egy kulturális nacionalizmust érvényesített, a nemzetiségeivel szemben pedig megpróbált egy politikai nemzetre épülő nacionalizmust érvényesíteni. Most ugye az világos, legalábbis én úgy értem, hogy tehát a magyar politikai elit meglehetősen irracionális módon gondolkodott, miközben a veszély tudata megvolt de nem akarta elhinni, hogy, hogy végig Nem, én azt él. nem mondanám, hogy irracionálisan gondolkodott, hanem egy olyan helyzetben volt, amelyre nem tudom, hogy lehetett volna -e olyan választ adni, hogy most mi ne erről beszéljünk, hanem egy 50 milliós, vagy nem tudom, hogy hány milliós nagy Magyarország állampolgára. Maradjunk rá, kosinális, ugye, 30 30 milyen. Milyen. igen. Tehát ez a kérdés, és ezt nem tudjuk megválaszolni valójában, hogy, hogy létezette elvileg olyan technika, amellyel ez kivéthető lett volna. Itt, bocsánat, még csak egy, egy gondolat lehet, hogy ez átvezet egyébként a második részéről, hogy itt azért nem szabad elfelejteni, hogy a, itt természetesen vannak nemzetiségi vonatkozásai ennek a történetnek, de ennek én úgy gondolom, hogy nagyobb mértékű, tehát az, amit Rianonban bekövetkezett, annak a nagyhatalmi vonatkozásai legalább ugyanilyen érdekesek. Tehát, hogy a, a, tehát, hogy mondjam, Nagyvárad nem azért, lett, nem azért lett Románia része, mert ott román többség volt. Tehát, mint ahogy nem volt, tehát, hogy egy 90 ban magyar lakosságú városban Nagyvárad, szatmárnémeti németi Arad, sok mindent lehetne felsorolni. Azért lett Románia része, meg Kassa, azért lett Csehszlovákia része, mert Párizsban a békekonferencián így döntöttek. Különböző okokból, és ezekben a nemzetiségi kérdés úgy gondolom, hogy nem, nem feltétlen szerepelt. Mondjuk az első háromban talán benne volt, vagy az első ötbe, de nem az volt feltétlenül a legfontosabb kérdés. Jó, ami nem itt... kell, hogy minket vigasztaljon, félretés nessék, mert minket magyarokat, de Előtte ezt nem átlátni. De hát, egy csomó minden azért meg tud vigasztalni. Tehát. Ha már itt tartunk a nagyhatalmaknál, ugye az egyik, ami a Monarchia szétbomlasztását, tudatos bomlasztását, illetve egy kicsit a külső tényezőkről is beszéljünk. Állítólag az volt, hogy a franciák úgy gondoltak, hogy a francia egy része, hogy a monarchia idejét múlt, mert addig volt fontos, amíg a törökök elleni védekezést, hogy Európa végvárának szerepét játszotta. De most már, hogy egy ilyen csatló szerepbe lép a német birodalom mellé a Dranknak osztán politikájában, hát inkább árt, és ezért jobb szél szétszedni. És ez nagyon jó jöttek a Magyarországi nemzetiségnek a saját nacionalizmusai természetesen. Tehát, hogy ebben volt egy ilyen külső nyomás. Szóval a, a belső nemzetiségi problémákhoz hangsúlyosan hozzá kell tenni azt, hogy itt egy háborúban vagyunk, és a háború alatt Szerbia is, és a román királyság is, és Olaszország is megfogalmaznak bizonyos területi követeléseket annak fejébe, hogy az Antant oldalán harcolnak. Ez egy tényező. És ott még nincs nagy döntés, semmi nagyhatalmi döntés nincs, de annak az ára, hogy a románok belépnek a háborúba, az még a parciumisában túlmenő határ ígéreteket kapnak. Terület. Nem, a Mára Marosnál a Tiszáig, meg Szegednél, de közben nem szólnak, így nem. De minden esetre a megkapott határoktól még nyugatabbra egy néhány 20-25 kilométerre nyugatabbra húzódó határvonalat igénynek nekik, akkor ha belépnek. Úgy szintén az olaszoknak a, bizonyos dalmát részeket, zárát és környékét, kvárnérót, oda, az olaszok ezért lépnek be a háborúba, és ezért harcolnak. Tehát vannak ilyen a háborús győzelem érdekében tett területi ígéretek az aspiráns államoknak, amelyek magyar és habzúr területekre aspirálnak. És akkor utána jön valóban a nagyhatalmaknak a szempontja, amelyek, amelyek ezt elfogadják, és a Párizsi Békekonferencián megy az alkú egyrészt a nemzetiségi törekvések, ezeknek az államoknak az elgondolásai, akik, amelyek ott vannak Párizsban, és a nagyhatalmi érdekek. És ott valóban egy fontos szempont az, amit említettél, hogy a német birodalom keleti irányú expanzionának a blokkolása, ha az osztrák-magyar monarchia hát olyan fajta politikát tudott volna érvényesíteni, vagy el tudta volna hitetni magát az, hogy ő ennek a politikának egy szövetségese lett, akkor lehet, hogy másként alakul, de nem tudta elhitetni. Nem tudta elhitetni, és ezért az antantatalmak mindegyike a háború utolsó szakaszába a fölbomlás mellé állt, és utána már csak az volt a kérdés, valóban, és ez nagyon lényeges azért, az volt a kérdés, hogy mennyire veszik komolyan az etnikai jelvet. Ha komolyan veszik az etnikai jelvet, a végére rájönnek, hogy hibát követtek el, ha komolyan veszik, és a, azokat a határmenti magyar területeket, ami ugye a szlová, mai Szlovákia déli része, a párciumi sáv, Bácskának a szabadkai része és a zentei része, ha ezek Magyarországnál maradnak, akkor ismét egészen más irányt vesz a történet, és akkor ma most legfőjebb arról beszélnék, hogy a székelyföldnek milyen autonomiája van Románián belül, vagy nincs. És itt, 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 van a nagy probléma, hogy a, tehát az, hogy a sok nemzetiségű Habsburg birodalom és a sok nemzetiségű magyar királyság fölbomlott, és a nemzetiségek kiváltak, ez nem egy unikálisan közép-európai vagy magyar ügy. Egész térségben ez történt, folyamatosan ez történt, erről szóltál az utolsó 200 év. De az, hogy etnikailag magyar területeket is erre hivatkozva elvittek Magyarországtól, ezzel megmérgezték tulajdonképpen Magyarország és a szomszédainak a viszonyrendszerét, kapcsolatrendszerét egészen napjainkig az önök könyvei alapján az ember összeírogattam egy pár dolgot, hogy, hogy mennyire rosszul tudjuk ezt a dolgot. Olyan kavargása volt a 19. század második felében a, a, nemzetiségi érzelmeknek, vágyaknak, politikai céloknak, ami azt igazolja, hogy nem csak a magyarok ellen irányultak ezek, hanem néha egymás ellen is, meg Ausztria ellen is, ugye a értettség. Vagy mondjuk, amikor a csehek kitalálják, hogy legyen talán szerbek is, egy nagy szláv birodalom, amit hát legalábbis az önkönyvében azt olvastam, hogy lett volna egy nyugati korridor, ami I az északi igen, rész, a szláv a Magyarország szlávon... igen. nyugati részen összeköti igen. a déli szlávokkal. Szerbia azt mondja, hogy hát ha a horvátok nem csatlakoznak hozzánk, akkor viszont elveszik tőlük Dalmáciát, ami nem egy nagyon barátságos gesztus. Szóval olyan, olyan forrongás van itt, amit, amit az, amíg én ezt nem olvastam, el nem is tudtam. Hát én erre azt tudom mondani, hogy persze egymással is viaskodtak, és ez egy kérdés volt a délszlávok körében, hogy mi lesz, a, hogy döntenek a horvátok, hogy döntenek a szerbek, hogy döntenek a szlovének, a dalmátokat mondjuk ne is említve, hogy, hogy létre tud-e jönni az egységes délszláv állam, amit Belgrád nagyon akart. 1917-re a kulcsemberek megállapodnak abban, hogy egy föderatív struktúrába létrehozzák a nagy délszláv államot, és azt is támogatják, hogy akkor Csehszlovákiában legyen egy koridor. De mondok egy másik, még talán frappánsabb példát arra, hogy egymással is viaskodnak a bánság kérdésében, amelyet odaígérnek a nagyhatalmak Romániának is, és Szerbiának is hallgatólagosan. És ebből van egy komoly konfliktus a háború végén, hogy akkor hol húzódjon a bánságban a határvonal. És végül ugye két szövetséges áramról lévő Szó, egy elég korrekt, etnikailag elég korrekt határvonalat húznak meg, ott is se a román túlzó követelésnek nem engednek, se a szerbnek. Magyarország esetében, amely egy ellenséges állam volt, másként ezt ki is mondják, hogy ha egy szövetséges és egy ellenséges állam közötti vita van, akkor mi természetes módon a szövetséges támogatjuk. Jugoszláv, illetve román esetben ez másként volt. Hát ez gyakorlatilag majdnem páborús konfliktust eredményezett egyébként az új-jugoszláv állam és Románia között, de hasonló a helyzet Csehszlovákia és Lengyelország között is. Tehát, hogy ott is vannak feszültségek, Tessen, Szilézia, Árva, Szepesvármegy egyes részei miatt. Tehát, hogy itt van egy csomó olyan konfliktus, ami egyrészt kódolva van a rendszerben. A másik az az, hogy azért azt kell elképzelnünk, hogy ezek, ugye ez, ez most a, a kortás nemzetközi történetírásban egy eléggé kúráns trend, és azt gondolom, hogy van benne igazság, még ha nem is fedi le az igazság minden részét, hogy ezek ilyen kisbirodalmakként képzelték el magukat. Tehát Csehszlovákia is, a, a Délszláv királyság is egyfajta arra modernre, amit az osztrák-magyar monarchia vagy más térségbeli multietnikus birodalmak elképzeltek, egyfajta ilyen kisbirodalmi működés feltételeztek, egy erős birodalmi központtal, lehetőség szerint egy erős központi etnikummal, mint a szerb vagy a cseh, aki tulajdonképpen egy civilizatórikus missziót is ellát ebben a, ebben a térségben, és ez, ez nagyon sokban meghatározta a működésüket is, és egyébként aztán a széthullásukat is. És végül ott vagyunk az első világháború peremén. Volt-e döntési lehetőség a magyar elitnek, amelyik pontosan tudta, hát legalábbis a miniszterelnök ugye pontosan érezte, hogy egy háború hogyan hozhatja majd Erdély megszállását mondjuk Románia részéről. Tehát hogy ez a magyaroknak nem hoz sok jót és talán Bécs érvelt azzal, hogy mindenképpen szét akarják kapni a monarhiát, hogy ezek győznek, már mint a az Antant, akkor nem csak a Nagy Magyarországnak van vége, hanem a Monariának is, és ez nem tesz talán jót. De húzhatott-e volna valamit, valami jó kártyát, utolsó engedmények, vagy nem belépni a háborúba? Vagy pedig ez már annyira végjáték volt, igazából mindegy volt, hogy mit tesznek és mit gondolnak. Közjogilag Magyarországnak nem nagyon volt lehetősége kívül maradni. Tehát az azt mondja, hogy az osztrák fél az belépni, meg nem lépünk be, ilyen nincs. Tehát, hogy ez egy közös állam, aminek ráadásul a trónörökösét meggyilkolták. Hát, hogy hát. hónapokig, és akkor kell. Hát, egy hát darabig ellenállt. Hát egy darabig ellenállt, kicsit ellenállt, ellenáll, és az abszolút az ő, ez abszolút az érdeme, de nem. Hát, <coughs> Én visszatekintve, de ez lehet, hogy akkor, hogy akkor ebben nincs igaz, ami elképzelhetetlennek tartok olyan szituációt, ismerve valamennyire az osztrák-magyar monarchia működési mechanizmusait, hogy Magyarország azt mondja, hogy bocs, én akkor ebből kimaradok, oldjátok hát meg. Tehát nem egy közös ilyen hadsereg nincs. van, egy közös külügy van, akkor hogyan csináljuk azt, hogy Ausztria hadat üzenik Zének, mi meg kimaradunk belőle. Igen, Tehát itt, hogy ez az a, egész itt, egy ilyen nem, nem megy működőképes az, konstrukció. Az elvileg az osztrák-magyar monarchia képviselhetett volna egy olyan álláspontot, és Szerbia is, amely elkerüli a háborús konfliktust ekkor elvileg. Csak hogy a gyakorlatban ez azért nem működött, és Tiszának is ezért kell beadni a derekát, mert az osztrák-magyar monarhiát hátulról a háttérből tüzelte Németország Berlin, hogy legyetek kemények Szerbiával szemben, amely már eleget szemtelenkedett veletek az elmúlt évben úgyis, is, és nyilvánvalóak a területi követelései veletek szembe, és, és, ha, és mi ott leszünk, be fogunk lépni ebbe a háborba. És Szerbiát pedig Oroszország tüzelte Átulról, hogy ne legyetek engedékenyek, tartsatok ki, és mi támogatni fogunk benneteket. Tehát itt, itt az kétségtelen, hogy a hadüzenet az velünk indult, az osztrák-magyar monarhiával indult, de azért a dolog ennél komplexebb, összetettebb, és sok minden van a háttérben. Tehát ha a németek azt mondják Bécsnek, hogy egy szoft gyönge is jegyzéket adjatok át neki, és ne követeljetek olyat a szervektől, amit azok nem tudnak teljesíteni. És az oroszok is azt mondják a szerbeknek, hogy béküljetek meg, akkor, akkor a konfliktus elkerülhető lett volna. Ebben azonban annyi a, a, a gyakorlatban nem ez történt. Tehát a gyakorlatban az történt, amit a mostani expoziumban mondandómnak az első felében elmondtam. Tehát, hogy itt volt egy. A, a monarhián belül is, a katonai vezetés, például évek óta szorgalmazta, az, hogy preventív háborút kell indíteni a szerbek ellen biztos, de lehet, hogy az olaszok ellen is, mert minél később kerül sor a konfliktus, amire biztos, hogy sor fog kerülni, annál inkább rövidebbet fogjuk húzni. De ez volt a katonai vezetésnek az álláspontja. Köszönöm szépen! Következő alkalommal háború és Trianon maga. Ablonci Balázs, Romsics Ignác, köszönöm szépen! A szerkesztő Selmeci János volt a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!